És őszintén, a nőknek a szexuális felszabadítása ma azzal az érvel zajlik, hogy korábban a férfinak szabad volt félrelépni, akkor nehogy már csak a férfiaknak leesse, mert minden férfi félreléphetett, őt nem ítélték meg, de most akkor a nők is bárkivel szexelhetnek, bármikor szexelhetnek, mert végre az egyenlőség nevében fölzárkózhatnak a férfiakhoz. Semmilyen nem igaz. A kultúra megvetette a félrelépő férfit, üldözte a félrelépő férfit, tilos volt a férfiaknak is félrelépni. Tehát a félrelépő férfi az a kultúra számkivetetje volt, a legalja ember volt. És ezekhez a legaljához most lezárkóztatják a nőket. Nem föld, ezek lezárkóztatják. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja Mentor csatornája. Én már az új esztendőben mindenkinek a legjobbakat kívánva kapjunk új erőre. Egy picit arról szeretnék beszélni, hogy a hagyományosnak mondott értékrend képviselői ma már nagyon nagy defenzívába vannak, majd hogy nem szégyenkezniük kell. És hogy tényleg hogyan értsük mi ezt, hogy tényleg rossz ez a dolog, vagy jó az a dolog, hogy mi mondjuk nevezzük úgy, hogy a hagyományos értékrendnek valamilyen módon az őrzői, a hívei vagyunk, meg hogy ez hozzáteszi a világhoz, vagy, vagy elvesz belőle, ugye? mert ez itt a, 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 játéknak a neve, amit elhitettek velünk. És azért hitették el velünk, illetve az által hitették el velünk, hogy azt mondják mindenhol, hogy állandóan haladni kell. Ugye? Tehát, hogy nem szabad a fejlődés a progresszió útjába állni mert az emberiség óriási fejlődésen megy át, és maga az ember is egy újfajta emberré válik éppen, és a szellemileg és rezgésében emelkedik, és most eljön a vízöntő kora, és szóval össze is zavarodtunk, és már-már bűntudatunk van. Ugye, mert azt mondják nekünk, hogy az ősi kultúra visszatart. Egyszerűen a keresztény keretek azok rabságban tartanak. Az erkölcsi korlátok megkeserítik az életet. Itt zárójelben gyorsan csak én mondom, hogy most mindenféle erkölcsi korlátról beszéltünk, nem csak a paráználkodásról, ugye, mert ott is nagyon érdekes, hogy amikor lejött Mózes a hegyről és hozta a kőtáblákat, és akkor tudod, ez volt a kérdés, hogy köré gyűltek az emberek, hogy na milyen volt, hogy volt, milyen volt, találkoztál tényleg is, ő maga véste rá, tíz parancs, ez figyeljetek, azt mondja, lealkudtam tízre, de a ne paráznák, hogy benne maradt. Ezért nagyon elkeseredtek ugye az emberek. És amikor az elkölcsi törvényekről, a ne lopjról, mindenről beszélhetnénk, de ugye nem veszük azt észre, hogy ezt föllazítván, lehet, hogy néha-néha bele megy egy 15 perces numera, de utána, hogy annak a következményei egész életen át tartó szétesett családok, szétesett életek, és a, 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 rengeteg magány, ami ebből, és rengeteg bűntudat, ami ebből keletkezik, azt nem mondják. Hogy hogy aránylik a 15 perces numerához képest a 24 órás szenvedés, vagy, 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 a, vagy mondjuk heti egy alkalommal az meg 168 órás szenvedés ugye a 15 perces numerához, de most lépjünk is túl rajta, mert azt mondják, hogy az erkölcsi korlátok megkeserítik az életet, de azt is mondják például, hogy a család megnyomorít egyenesen. Azt is mondják, hogy ugye újabb, hogy a nemi szerepek, tehát a férfi és a nőt adó, a férfi és a nőt adó értékrendi, viselkedési, szocializációs normák valójában elavult békjók. Értjük, minden ilyen dolog, amire mi olyan furcsán nézünk, ezt, ez úgy el van ítélve, tehát ez egyszerűen meg van hozva róla az ítélet ebben az új világban. És olyan sokan szajkózzák azt, hogy már a tudatalattiba vannak. Tehát rengeteg ember, aki úgy gondolja magáról, hogy ő egy ilyen viszonylag hagyományos életet él, már az is ennek egy részét, vagy majdnem az összeset úgy gondolja, hogy ez, ez valójában tényleg igaz. Tehát azért elég jól sikerült nekik ezt a dolgot, ugye, bemosni az agyunkba. És azt szeretném, hogyha felemelnénk a fejünket, és emeljük fel a fejünket, és tegyünk egy kis rendet ebben a dologban. Tehát rögtön az elején szeretném mondani, hogy nincs olyan, hogy konzervatív kultúra és liberális kultúra. Nincs ilyen, nincsen. Egy fajta kultúra van. Nevezzük ezt a kultúrát az élet továbbadásának, az emberi együttműködésnek, a szeretet törvénye előírásának, a kultúrájának nevezzük. Tehát valahogy ilyen bonyolult. Azért, nem volt ennek neve, ugye? Ezt később nevezték el konzervatívnak azért, hogy szembefordítsanak vele, hogy ne legyen vonzó, hogy taszító legyen. Ez az egész kultúra több ezer éven át fenntartotta az életet egyre magasabb szinten, és egyszer csak jöttek valakik, akik azt gondolták, hogy na most akkor egy teljesen új dolgot, nem amit a kultúra maga sok száz év alatt kicsiszolt, hanem valaki egy íróasztalnál, társadalom mérnökösködésből úgy gondolták, hogy most egy teljesen más kell csinálni, és ezért fordítsuk szembe ezzel az embereket, és ezért nevezték elő konzervatívnak. Tehát azt akarom mondani, hogy mi nem konzervatívok vagyunk, hanem mi az élet természetes továbbadásának, az emberi együttműködésnek és a szeretetnek a, Kultúrájának a, 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 a megtartói vagyunk. Ebben voltak jól működő emberek, és rosszul a kultúra maga jól működött. Csak voltak, akik kultúrálatlanok voltak. Ezzel szemben ugye a liberális, ugyanak már a, a szótöve is a liber, ugye? tá ugye, Tehát ezek a, a szabadság. Ugye, milyen szép, hogy van egy konzervatív, ami, ami beszorít, konzervál, vissza, retrográd, visszatart. Ehelyett a szabadság az azért mennyire vonzóbb a liberális, ugye? És később, aztán, aztán még jobb lett, ugye? Tehát a, 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 mert ugye az, hogy a nem szabad, ugye, mert azt mondják, a liberális az a szabadságnak a rendszere, nyilván amelyik másik az nem, az, 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 az nem szabad, ugye? És erre jött rá a progresszió. Tehát a progresszív, az megint egy gyönyörű, szép név, mert azt jelenti, hogy ők azok, akik előfele haladnak, jó irányba mennek, Ergo, mindenki, aki nem ilyen, az nem előre halad, hanem hátra. Nagyon érdekes, ugye, hogy ezek szándékosan generált szavak. És mi Valahogy lemaradunk ebben, a, hogy nem mi definiáljuk, de azért, azért maradunk le, mert mi nem az újat akarjuk létrehozni, hanem mi a régit akarjuk nem megtartani. Félreértés nelség. A régit akarjuk folyamatosan úgy bővíteni, gazdagítani, hogy minden korban tudjon működni. Nem nagyanyáink korát akarjuk konzerválni, hanem minden, ami régi, arra akarunk ráépíteni újabb és újabb emeleteket. Nem akarjuk porig rombolni hanem rengeteg-rengeteg jó dolog volt, azt mind megtartva tovább akarjuk építeni. De, ne, de rólunk nem ezt mondják, és az a kérdés, hogy mi ezt elhittük-e, és elkezdjük elhinni, mert a progresszívnek mi az ellentetje vagyunk, az nem jó, a liberálisnak is az ellentetje vagyunk, nem jó, a konzervatív meg egyenesen nem jó, így nem jól hangzik, és amikor vállaljuk, akkor is tudjuk, hogy mi egy olyan csatát vállalunk, aminek eleve be van szorítva valami olyanba, mint hogyha nem tudnánk mi 21. századi módon ezt tenni. Pedig hát dehogy nem. Azért mondtam azt, hogy egy rendszer van, mert az élet továbbadásának a rendszere, amiről, amiről ők azt mondják, hogy konzervatív, csak az a rendszer létezik. A liberális és a progresszív az ennek a régi hagyományos rendszernek a romjai. Elkezdték ütni, vágni, rombolni, minden pillérét, talapzatát alámosni, kiszedni, lerobbantani, és egy romhalmaz maradt, ennek a régi, igazi rendszernek a romhalmazát hívják ma liberális progresszívnek, mert az nem egy alternatív rendszer. Egy alternatív rendszer az úgy működik, hogy van annak füle-farka, van egy szabályrendszere, és ha úgy élsz, ahogy azok mondják. Tehát van egy olyan rendszer, ahol a társadalmak, ha úgy működnek, akkor fantasztikusan prosperáló életet élnek. Sehol a világon nincsen ilyen. Nem is tudják megcsinálni? Nincsen, nem létezik. Tehát nem egy rendszer ez. Egyetlen egy rendszer van, ami régebben ugye megtartott, elhozta több tízezer éven át az emberiséget odahol van, és most a másik rendszer, a győztes rendszer az ennek a romjai. Ezt így kell értelmezni. Tehát amikor mi vissza akarunk nyúlni, és azt mondjuk, hogy ami jó volt, azt tartsuk meg, és abszolút 21. századi módon építsük tovább, akkor mi egy fantasztikus dolgot csinálunk. Tehát mi a természetes életnek, a természetes kapcsolódásnak, a természetes szeretet alapú szövetségnek vagyunk az emberei, és nem pedig a mesterséges társadalomérnökösködésnek vagyunk az aktorai, aminek senki nem tudja, hogy milyen fajta vége lesz. Tehát a mindenkori emberi értékrend képviselőinek állított csapdák vannak itt. Ugye és a liberálisok által nagyon kedvelt csapda az altatás technikája, mert mi mindig megszívtunk. Az altatás arról szólt, hogy mi mindig liberálisok voltunk. Ugye? Ez nagyon érdekes. Azt mondtuk, hogy virágozzék minden virág. Mindig ezt mondtuk. Hát, van pár ilyen, aztán nem lesz abból gond, hogy páron nem akarják a régi szakrális királyságot, hanem és, és az egyház ellenesek, nem lesz ebből gond. Aztán eltelt száz év, kétszáz év is, lett belőle gond. Nem lesz abból gond, hogy, 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 hogy a szabados, szabados lét, ugye, tehát a szexuális felszabadítás, már nem lesz abból tehát az emberek azért nem olyanok. Lesz pár ilyen, izé, beszívják a 69-esek, de aztán utána majd helyreáll a világrendje. De lett belőle óriási gond, ugye? Nem lesz gond a nevelés szigorú szabályainak, eszközeinek a betiltásából. Nem lesz gond a különféle képességű, hátterű gyermekek közös iskolázottságából, vagy iskolájából. E, millió jó téma van, amiről beszélni kéne, beszéljünk legalább róla. Nem lesz gond abból, hogy a melegek jogaid rendszer szintre emelik. A többség nem érintett benne, mondtuk mi. Jobb emberré válunk mi is. Hadd haladjon, hadd menjen előre. Jelenjen meg mindenhol. Ugye? És telik múlik az idő. Az altatás, mi vagyunk azok, akik mindig, 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 mindig jó állunk ehhez. És azt mondjuk, hogy persze, hadd menjen, nem baj. nem lesz gond a vegán propagandából. Vegetáriánus, erről egy külön videót tettem föl, vagy teszek föl. Tehát nagyon-nagyon és minden, minden elkezd 10-15, régebben 100-150 év alatt, ma már annyira felgyorsult a világ, hogy 10-15 év alatt a nyakunkba hullik. És azért van, mert állandóan egymásnak ugrasztanak társadalmi rétegeket, állandóan újabb és újabb ilyen hullámot tudnak generálni, és mindegyiket így végignézzük, és mindegyikre azt mondjuk keresztényi, felebaráti szeretetből, hogy hát most vannak ilyen emberek, hát, hát oké, és egyszer csak azt mondják, hogy jó, de már kötelező. Minden egyes esetben így jártunk eddig. Tehát az egyik ilyen technikájuk az altatás. Azért mondom még egyszer, hogy ez egy mentor hogy ébredjünk fel, hogy milyen világban élünk, hogy ismerjük fel ezeket a dolgokat, hogy hoppá, hoppá, emberek, amikor beszélgetünk valami arról, ami most kezdődik, most, akkor most tudnánk még lépni. Húsz év múlva azt mondjuk, hogy hát akkor kellett volna, amikor már késő, eső után köpönyeg, ugye? Ezzel kábítanak, hogy nem lesz ebből baj. Most gyorsan kitérek arra, mert a legújabb kábítás egyébként az, hogy nem baj, hogy ilyen nagy válság van, mert az önellátás lesz a következő. Ha nagyapáink el tudtak látni önmagukat, ez megint egy tőlük jövő baj, az önellátás. Csináltam erről külön videót, nem lehet önellátni. Tehát a városi százmilliók, milliók, tömegek nem tudnak önne, nincsen meg hozzá a termőföld, a, nincsen meg hozzá a vetőmag, nincsenek meg hozzá az eszközeik, nincsenek meg hozzá a tudásuk, nincsen meg hozzá a pénzük, hihetetlen beruházás igényes. És én azt állítom, hogy ez megint egy olyan, hogy van egy ilyen nosztalikus vágy az emberekben, hogy de nagyapáink tudták a földet szántani, akkor mi is fel tudjuk szántani. Ezzel el fogják veszíteni a pénzüket, a kedvüket, éppen azok, akiknek még van pénzük, még van kedvük, tehát az élenjáró, legaktívabb embereket is le lehet fejezni azzal, hogy beleviszik egy ilyen altató kábító csábításba. Ott, ott nagyon résen kell lenni, nagyon át kell gondolni, sok emberrel kell konzultálni, lehet, hogy nem nekem van igazam, ott abban a videóban, amikor korábban erről beszéltem, akkor ott elég jól megindoklom azt, hogy miért kell elgondolkodni. Nem szabad hagynunk, hogy újra meg újra pont a legaktívabb, a legpotensebb, a legokosabb embereinket elfárosszák. Mert ezek belemennek, ezek dolgoznak rajta minden, és a végén ők fáradnak, ezt, ezt se ért semmit. És az se ért semmit, és azzal sem mentünk semmire. Ugye? Nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog ez. A másik nekünk állított csapda az a, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérre. Mindig megszívjuk ezt. Tehát a másik oldalon nincs kegyelem. Ott, ha valami félrelépsz, akkor felnégyelnek, földarabolnak, és nincsen abszolút, a legkíméletlenebb módon ugye veszik el a levegőt és csinálnak ki. Mi meg mindig azt mondjuk, hogy hát, ez egy vélemény, hadd éljen ő is. Amit ők mondanak, hogy így kellene lenni, azt mi csináljuk, ők viszont nem csinálják. Ez egy, ez egy keresztényi csapda, benne vagyunk. És a harmadik ilyen, amiről megint nem akarok sokat beszélni, mert volt egy korábbi videóm, és mindig vita van róla, elfogadom, hogy vitatkozunk róla, de kitartok az eredeti álláspontom mellett. Ez a ne ítélj, hogy ne ítéltes. Ugye pedig ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne ítélj, hanem az, az a mondat úgy folytatódik a Bibliában, hogy ne ítélj mert ha ítélsz, akkor téged is a saját mércéddel fognak megítélni. Tehát úgy viselkedj, de ha te egy magas mérce szerint próbálod élni az életedet, akkor azt a mércét meg kell követelned a szomszédaittól is, az embertársaitól is. És abszolút egyetértek azzal, és ez így van, ami kultúránkban a kultúránknak része. Nem az embert ítéljük el, hanem a viselkedését ítéljük el. De aki rendszeresen úgy viselkedik, az előbb-utóbb a saját ítéletét is magá, Tehát nem lehet az, hogy egyáltalán nem ítélünk, de meg kell mernünk hozni ezeket az ítéleteket, de úgy kell élnünk, hogy ítélhessünk a magunk szintje alatti szintekből, és egymás kell fölfele hozunk, és még egyszer mondom, nem az embert, hanem a viselkedést újra, meg újra, meg újra. De ha valaki addig jár a kórsulak útra, még eltörik, akkor egyszer csak azt kell, hogy hát ha, akkor te vagy az. Eljut oda, de azt már ő provokálja ki. Ez már ilyen? Tehát nagyon-nagyon érdekes dolog, ez a hármas csapda, ugye az altatás és kábítás, és az, ami hajlamosak vagyunk, ezt mindig, ezeket a maszlókat bevenni, ez ugye általános, erről többet beszéltem. A megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, ez csak a mi oldalunkról igaz, az ő oldalokról ez soha nem lesz igaz. És a neíté, hogy ne az értelmezését most már a többi videóba teszem meg. Mert ugye a, 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 a legesleg csapda az, hogy azt a kultúrát, ami örökké létezett és működött, és az emberi együttműködést ugye üzemeltette, szívből jövő szeretet alapon, nem állítom, hogy mindenki képes volt ezt csinálni, de maga a kultúra, annak az egész szabályrendszere, az egy fantasztikus struktúra. Az, hogy az emberek között voltak olyanok, akik ezt nem tudták alkalmazni, egy teljesen más tártészta. De hogy ezt a régi kultúrát kifejezetten és kizárólag csak a bűneivel, a hibáival azonosítják. Mert azt csinálják, azt mondják, a régi világ meghatározó alakja a feleségét verő férfi. És mintha minden férfi verte volna a feleségét. És ma megkérdezzük a nőket, akkor ez így van, hogy az a régi világban a férfiak uralkodtak a nők fölött. Ez nem volt igaz. Egy kis falusi közösségben, a kis falusi közösségnek abszolút érdeke volt. Nem lehetett ilyen, hogy férfi, izé volt ilyen összefogás, és mindig megegyeztek, hogy na mindannyian megverjük az asszonyt. Aki verte az asszonyt, azt kiközösítették azért, mert tudták, hogy ha ilyen verés alapon nem lehet családokat üzemeltetni. Senkinek se lenne kedve, előbb felakasztották volna magukat a lányok, mint hogy férhez menjenek. Ha egyáltalán családokat akartak, életeket akartak továbbadni, akkor az a kis közösség azt az embert kiszorította, aki nem, azt a kulturális mércét nem ütötte meg. Tehát mindig voltak olyan emberek, akik Alatta maradtak mélyen a mércének, de az a kisebb, törpekö-törpe -törpe kisebbség volt és egyfajta kulturális minimumnak mindenki megfelelt. Még azt se szabadott, hogy hangosan vitatkozzál, mert a szomszédokat zavarod. Ki tartja ezt ma be? Úgy üvöltenek, senkit nem érdekel, ma vagyunk műveltebbek, ne vicceljünk már. Ugye? Egy csomó-csomó szabályt ezért mindenki visszafogta magát, mindenkinek önkontrollja volt. De erre kaptak is lehetőséget, hogy megtanulják, de meg is tették. Tehát nem igaz, hogy, hogy a régi kultúra az erről szólt. De az sem igaz, hogy most őszintén a nőknek a szexuális felszabadítása ma azzal az érvel zajlik, hogy korábban a férfinak szabad volt félrelépni, akkor nehogy már csak a férfiaknak leesett, mert minden férfi félreléphetett, őt nem ítélték meg, de most akkor a nők is bárkivel szexelhetnek, bármikor szexelhetnek, mert végre az egyenlőség nevében fölzárkózhatnak a férfiakhoz. Semmilyen nem igaz. A kultúra megvetette a félrelépő férfit, üldözte a félrelépő férfit, tilos volt a férfiaknak is félrelépni. Tehát a félrelépő férfi az a kultúra, számkivetetje volt, a legalja ember volt, és ezekhez a legaljához most lezárkóztatják a nőket. Nem ez ezek lezárkóztatják. Azt mondják, hogy a régi kultúrának ez volt a mércéje, ami nem igaz, és oh, ahhoz kell, még egyszer mondom, nem fel, lezárkóztatni, mert milyen fantasztikus világ. És minden sorolhatnánk napestig azokat, ami alapján ők azt állítják, hogy ami régen volt, Bárkivel beszélünk, rögtön azt, rögtön elkezdik ontani ezeket a egyedi történeteket, amit itt ott, Ott persze volt alkoholizmus, volt minden volt, de nem volt kulturálisan úgy. Hát ki is pusztultunk volna, hogyha kulturálisan nem lett volna egy, egy nagyon nagy egymásra utaltság férfi és nő között. Számtalan videóban beszélek arról, hogy a hagyományos világ, amiben én éltem és láttam azokat a falvakat ott Erdélyben, amiből nem mentek ki az emberek, hogy milyen fajta szimbiózisba, hogyan adták össze az ereiket a férfiak és a nők, és a kemény férfiak és a kemény nők szövetségéből állt, megbonthatatlan szövetségéből állt, az a fajta élettovábbadási szívós lánc vagy kötélzet, amiből egyik nemzedékről a másik nemzedékre évezredekig el tudtak jutni. De egy biztos, hogy még az ő általuk is nagyon tisztelt, ugye Ken Wilber nevű tudós, aki hihetetlen elméletet rakott össze a világ fejlődéséről, és is azt mondja, hogy az igazi evolúció, fejlődés, progresszió, az minden régit megtartva, minden régire ráépítve tud tovább fejlődni. Olyan nincsen, hogy találomra minden régiből kivágunk részeket, és a romokon építkezünk újra. Nem létezik romokra való építkezés. És egyelőre mi, amikor megtartjuk azokat a pilléreket, ők meg a romhalmazonnak akarnának ülni, akkor azt szeretném, hogyha mi büszkék lennénk arra, hogy mi egyfajta az élet továbbadásának a természetes rendszerének vagyunk a megtartói. Ők meg egyfajta mesterséges világot akarnak létrehozni, ami abból áll, hogy lerombolják azt, amit korábban több ezer évig az emberiség kultúrája felépített, nem marketingesek építették föl, nem influencerek, nem politikusok, nem, nem tudom, társadalomérnökök hanem a kultúra, a civilizáció maga, a sok-sok-sok-sok embernek a legjobb gyakorlatából állt össze ez a fajta közös tudás. Ennek találomra különféle kardinális részeit, mint a család, mint a férfi és a nő, mint a, ugye, a hitrendszerek, bármilyen hitrendszernek is az abszolút kifű ezeket, ugye ennek, ezeket a kiveszed, akkor ez összedől, és annak a romjaid azt mondják, hogy ez a progresszió. Nincs új rendszer, Mondjon valaki, hogy mi, mi, mi az az új rendszer. És ezzel akarok hitet adni mindenkinek, hogy amikor mi ezekben gondolkodunk, akkor tudjuk, hogy mi jó úton járunk. És mi képesek vagyunk arra is, hogy minden, amit a nagyapáinktól örököltünk, annak a fontos jó részeit, azért írom a könyveimet, mind a három könyvem rengeteg olyan dolgot tartalmaz, hogy mit lehet megtanulni a régiektől, és ma a 21. századi fantasztikus modern világban is alkalmazni. És mi az, amit most a városi lét miatt kell megtanulnunk, hozzátennünk? A társkereséshez, a házasságaink megtartásához, egy csomó-csomó új dolgot hozzá kell tennünk, de az, amit működtette, az mind-mind rendben van. Azt továbbra is, ha csinálnánk, már félig bent lennénk. Csak a másik fejet kéne hozzátenni. De ha nem csináljuk, akkor meg csak 10%-osan vagyunk meg. 90 meg nem tudunk hozzátenni, mi nem érünk rá. Tehát legyünk rá büszkék, tudjuk, hogy egy egy rendszere van az élet továbbadásának, az nem konzervatív, hanem az a rendszer. Mi annak a rendszernek vagyunk az emberei, és próbáljuk meg a lehető legjobb tudásunk szerint megtartani ezt a természetes rendszert, hogy minél kevesebb mesterséges dolog kerüljön bele, és azzal bővítsük, amit mindannyian közös tudásunkból ez ugye egyfajta jó gyakorlatként hozzá tudunk tenni. Remélem, hogy reményt adtam és egy kis büszkeséget. Köszönöm szépen ismét, hogy együtt lehetünk, és köszönöm szépen a megosztásokat, a kommenteket. Hajrá együtt!